teppelő, viccelő, műmájerek, na és a... Én nagyon bírom, amikor valakik összeállnak és valamit akarnak csinálni. És nincs alattuk az állami védőháló, hanem biztosítás nélkül ugorják meg a szálltó mortálét. Engem ez stimulál. A műzikerekben így van ezt tudva levő, néha azt... Önző, hipohonder, egyébként segítőkész, és hát félénk, komplexusos. A komplexusát azt nem tudnám behatárolni, mert van neki némely kisebbségkomplexusa. Az élete során soha nem volt hajlandó meghallgatni igazán senkit normálisan. Meggyalázták már a Pink Mariot, sőt! Sokszor komfortzónán kívül került a figura. Mert azt éreztem, hogy azt, amit Balázs Andi nem csinál, azt a Trixi megteszi. Nem, persze. Tényleg nem, azért nem vagyok annyi, ha igazságtalan is vagyok, azért ennyi. Hát betrollkodtam, igen. Biztos vagyok benne, hogy ez ugyanez ilyen alapokon több év múlva is ugyanígy fog állni az a darab. Biztos. Ezért, mert ennyire szeretjük egymást. Ha van kihívás, ha létezik olyan, hogy szerep, amit nehéz magunkra húzni, az tulajdonképpen nekem ez. Ez a gátlásos, testképzavaros, paranoiás, üldözési mániás, de egyébként meg egy nagyon bájos és szerethető lány, aki végtelenül naív. Igazából nem az én, tehát azt gondolom, hogy nagyon nem az én karakterem. Tehát amiket én eddig játszottam, azok szerepeket. Igazából köszönöm, viszontban sincsenek ezzel, tehát ez egy kihívás. Ugye, hogy szúr, ugye, hogy csíp, ugye, hogy fáj, ugye, hogy elfelejtett. Anyakönyvezet nevem Pál Tamás Iván, a szerepnevem pedig Pál Ervin Iván. Ráadásul ennél még közelebbi, mert én 1981. április 13-án születtem, szerep szerint pedig május 8-án. Nagyon nagy dolog, hogy három gyerek után így visszatérhetek egy ilyen szerepbe, ami testhez álló is, mert hiszen zenés és musical, és én a musicalekben élem a világomat szinte, és az éneklés, de egy óriási nagy lehetőség, hogy egy ilyen prózai, elég komoly karakter osztottak rám, és ez egy nagyon nagy falat. A néző ezt nézi, és látja ezt a hat embert, mindenki azt gondolom, hogy ezáltal a csoportterápia része lesz. Mert mindenki megtalálja magában szerintem azt a kis problémát, vagy azt a személyiséget, azzal a személyiséget tud azonosulni esetleg, akit lát a színpadon. A színészek eleve esetek, tehát hogy az, hogy valaki abban leli örömét, hogy este 7 órakor egy más ember szövegeit mondja egy tök idegen ruhába, idegen emberek előtt akár csókolózik, verekszik, veszekszik, sír, nevet, és ez neki öröm, hát milyen pszichiátria eset maga a színész. És azon belül még egy csoportterápia ráteszi az íre a pontot, szóval, hogy így eleve ez is egy beteg dolog. Egy civil ember 6 órakor jó esetben hazamegy, leveszi a munkaruhát, felveszi a civil ruhát, és örömet szerez, örömet ír le benne, hogy a családjával van átöleg. Nekünk eufórikus boldogság, más emberek instrukciói. Igen. Más emberek mondták, hova menjek, és azt imádom. Úgyhogy holnap mi is megyünk pszichológushoz. Igen, azt hiszem, hogy ezután szükségünk lesz rá. Csoportosan, csoportpszichológus. Ennyi. Egy szebb jövő, hol a kint?